Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Freitag, péntek, Samstag, szombat, Sonntag, vasárnap. Ez egy általános kivetés, de kérhetitek ezt a jóslást is, mint egy személyes jóslást. Rákérdezhettek arra, hogy milyen lesz a hétvége, vagy mit csinált ő a hétvégén, mire kellene odafigyelni. Ezek lehetnek bizonyos tervek, vagy találkozások is. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint. Védikus asztrológiával együtt 10000 forint. És akik megrendelik az ingyenes hírlapot, ami havonta jön, mindig úgy hónap végén, ott mindig vannak kedvezményes jóslások. Amit megemlítenék most hétvégén, hogy Spica csillag 6. És ez a Spica csillag jelenti a termést. Tehát, ha most így a napokban valamit indítasz, akkor az gyümölcsözni fog. Persze kell egy kis türelem, de minden jól alakul. Lesz termés. Azon kívül ez a videó megjelenik február 1-én, és ettől a naptól számítva február 20-áig az indiai asztrológia szerint Merkur bolygó a bak jegyében van. Itt lesznek beszélgetések, tárgyalások, szerződések, és komoly dolgokról van szó. Vagy ha vannak bizonyos tervek, célok, akkor most ez elérhető. De kell egy kis türelem meg kitartás ehhez. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. A pénteki napon a kelyhekről van szó. Mind három kártyán ez látható. A kelyhek szimbolizálják a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Ez lehet az intuíciód, vagy inspiráció, de az érzelmek kihatnak a szerelemre is. Látható, hogy ez a férfi útban van hozzád. Közeledik hozzád, és átnyújtja számodra ezt a kelyhet. Kimutatja az érzelmeit. Mire megérkezik hozzád, már olyan a tartása, mint egy király. Elfoglalja a helyét. De nem csak ő, hanem te is, hiszen te vagy a királynő. Itt mindkettőtöknél érzelmekről van szó, vagy beszéltek érzelmekről, vagy lesz közeledés. Érzed a közelségét, a bizalmat, a szeretetét, az energiáját. Az is fontos, hogy legyen meg a megbecsülés mindkét részről, hiszen ő a király, és te vagy a királynő. A szombati nap az kicsit szomorúbban telik, itt is a kelyhekről van szó, de itt már összetörtek a kelyhek, jelentik a múltat, jelentik a könnyeket. De szerencsére lesz egy fordulat, hiszen mindketten elbúcsúztok a könnyek mezejétől, lezárjátok a múltat. Ő, ez a férfi, még úgy befele tekint, kicsit szomorú, ahogy látható a képen is, hiszen ez a három kehely, ami jelenti a múltat, felborult. És ez jelenti a csalódásokat, a könnyeket, a szomorúságot. Ő még kicsit befele tekint, de van jövő, hiszen ez a két kehely itt előtte még áll, nincs összetörve. És ez jelenti a párkapcsolatot kettőtök között. A királynő és a király, a kezükben a kehely. És itt előtte szintén ez látható. És pontosan ez az ő álma és elképzelése, hiszen itt a kelyhek
mutatják az érzelmeket, az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, ha megvan a hit. És azt kell így szombaton erősíteni, akkor ez az álom megvalósul. De ha nem hisztek benne, vagy te, vagy ő bizonytalan, akkor bizony ez az álom az egy illúzió marad, és csalódásokhoz vezethet. Lehet, hogy így volt a múltban, és most tanuljátok azt, hogy meglegyen ez az akarat, ez a bizalom, ez a hit. Vasárnap az itt látható. Ezek a kelyhek jelentik az érzelmeket és a múltat, gyakran a gyermekkort. És itt ez a gyermek utal egy új kezdetre, vagy az ártatlanságra szimbolikusan. Mivel itt a múltról és érzelmekről van szó, az is lehet, hogy valaki gondol rád a múltból. Ez a férfi döntéseket fog hozni, hiszen ez a kard jelenti a döntéseket, vagy a beszélgetést kettőtök között. Azon kívül ezzel a karddal el lehet vágni itt a könnyeket, lezárni valamit. Itt is döntésekről van szó. Mivel itt a víz eleme van, az álmok, a vágyak, az elképzelések, tehát érzelmek, és itt a levegő eleméről van szó, ami jelenti az ötleteket, mindkét kártyánál van változás vagy mozgás, de ez még nem a tetteket jelenti. Viszont itt látható, hogy ő most ezt ki akarja építeni, hiszen itt ez a kártya szimbolizálja az érméket, a föld eleméhez tartozik, és a föld eleme jelenti a reális dolgokat. Tehát ő ki akarja ezt építeni. Azon kívül ez a kártya jelentheti az anyagiakat, vagy a munkáját, hogy szorgalmas, vagy lesz egy munkahelyi változás, ami a párkapcsolatot, a szerelmet, illeti döntéseket hoz, lezárja a múltat, ki akar együtt veled építeni valamit. És jelenti a stabil párkapcsolatot, hiszen ez az ő elképzelése. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslás. Örülnék annak, ha leírnátok a véleményeteket a kommentárba, vagy ha kapnék egy lájket a videóhoz, vagy annak is örülnék, ha követnétek engem a Facebook oldalamon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, hiszen két oldalam van. És én kívánok egy szép napot, és egy szép hétvégét, nagyon sok szeretettel Denderrel.